Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a 2013-as év első adásában. Önök a Városi TV januári műsorát látják. Ma esti adásunk a szokásos, illetve a téli műsorrendünknek megfelelően alakul. Most is kizárólag csak a szokásos magazin műsorunkat sugározzuk, amelyben összefoglaljuk az elmúlt hetek városi eseményeit. Híradónk első felében a közigazgatási reformmal, pontosabban a járási rendszer kialakításával foglalkozunk szűkebb régiónkban. December 20-án Pécsett a kormányhivatalban dr. Hargita János kormány megbízott mutatta be a sajtónak a megyében létrehozandó járások új vezetőit. Tisztelt kollégák, sajtóképviselői, köszöntök mindenkit a mai találkozón, aminek az apropója igazán a járási hivatal vezetők bemutatása a sajtónak, és a járási hivatal vezetőinket, mint új egységeink vezetőjét is nyilvánvalóan el kell helyezni ebben a hatalmas rendszerben, amit kormányhivatalnak élünk meg a mindennapjaink során, ami most már a járási hivatali dolgozókkal együtt megint úgy 1400 fő környékén van, tehát újra olyan hatalmas létszámmal dolgozunk, mint dolgoztunk, amikor a kormányhivatal megalakult. A járási hivatal vezetőknek mondom, csökkent utána a létszámunk, az a csökkenés döntően abból adódott, hogy bizonyos regionálisan szervezett igazgatási egységeket a kormány visszamegyésített. Munkaügyi központ, hogy csak egy példát mondjak rá, az indulásnál regionálisan szervezett volt, tehát Tolna megye meg Somogy megye munkaügyi gondjai is rajtunk voltak, is az adminisztrációjuk is, tehát Siófoki munkaügyi kirendeltség az Pécsről volt vezényelve. Amikor visszamegyésítés történt, akkor fogyott a létszámunk, most pedig, hogy az önkormányzatoktól 400 embert körülbelül átveszünk, ez megint létszám növekedést jelent. Tehát ez egy hatalmas rendszer, amiben eligazodni is csak azért lehet, mert a járási hivatal vezetőket olyan emberek közül választottuk ki, akik értik az igazgatást, eddig is benne voltak. De azért nyilvánvalóan fontos, hogy a hivatal első számú munkatársai valamilyen módon megismerjék egymást. És az is fontos nyilvánvalóan, hogy az ügyfelek vagy a potenciális ügyfelek megismerjék önöket, megismerjenek benneteket. Ebben köszönöm a sajtó közvetítését, a sajtó nélkül ilyen szempontból semmire sem mennék, ezért örülök annak, hogy a sajtó munkatársai sokan jelen vannak. Abban a sorrendben mutatom be a járási hivatal vezetőket, ahogy itt előttem szerepel. Müllerné dr. Juhas Bernadett Boly. Nincs itt. Ja, pont nincs itt. Mirellával együtt. Hát igen, honnan késnének? Mohácsról, Bolyról, azért szűk környezetemben. Akkor nem ebben a sorrendben mutatom be őket. Akkor kezdjük Komlóval, mert ő a harmadik, Hesz Gabriella. Én azt kérem, így van, hogy lássuk egymást, ezt kérem majd az összes többi szereplőtől is, hogy beazonosíthassuk egymást. A sajtónak annyit mondok, hogy a közigazgatásból merítettük az embereket, rutinos embereket, akiknek igazgatási gyakorlata van és tudása is van egy ilyen feladat ellátására. Hesz Gabriellát személyesen is ismertem, az én szűkebben vett térségedben, a Mohácsi térségből ismertem meg az ő körjegyzői tevékenységét. Lippó térségében dolgozott ebben a minőségében. Ő a Komlói járási hivatal vezetője lesz. Időközben ő komlóivá vált, mert férhezmenés okán elhagyta a mi térségünket is, így ő a Komlói járási hivatalt fogja vezetni. Pécs, nálam a következő, dr. Vajda János, fiatalember jelenleg, vagy eddig a belügyminisztérium főosztályvezető helyettese volt, baranyai kötődésű, szigetvári, pécsi dolgozott, APEC-nél, segíts be János, mi volt a pénzügyőrségnél. Tehát egy abszolút egy igazgatási szakember, aki az államigazgatás különböző posztján már teljesített, ő fogja vezetni a pécsi hivatalt, Pécsvárat, dr. Enődi Balázs. Megfordult a pécsi hivatalban egy rövid ideig, most azt a posztot, amit éppen ott hagyott, az a Pest megyei kormányhivatal ellenőrzési osztályvezetői posztja, pécsiként visszajött közénk, én ezt örömmel veszem, a Pécsvári járás vezetője lesz. Sejei járás, hát egy olyan járási vezető, akit még a sajtónak se nagyon kell bemutatni, hisz a sajtónak az a része, aki az ormánságban dolgozott, nyilvánvalóan ismeri. Ő hosszú időn keresztül a sejei
Selyeváros jegyzője, körjegyzője volt. Siklós dr. Farkas Anett, megyei önkormányzatnál volt az Anett a munkatársam, jelenleg a megyei önkormányzat aljegyzője, tehát az igazgatás világából érkezik ilyen szempontból szakember. Dr. Patacsi Evelin Szentlőrincen volt aljegyző, és Szentlőrincen fogja a járási hivatalt vezetni. Azokat a hatásköröket, amit tegnap jegyzőként valamilyen módon gyakoroltak, azokat most járási hivatal vezetőként fogja gyakorolni. Pichler Imre az egyetlen kicsit kakuk tojás, aki mondjuk nem szűken a közigazgatásból jön, de igazgatási gyakorlata van, tanárként, iskola igazgatóként, az oktatási igazgatás, hát minden csínyát, bennyát ismeri. Ő egy rutinos parlamenti képviselő, parlamenti képviselő vagyok én is. Biztos mondhatom a sajtónak, hogyha valahol lehet igazgatási gyakorlatot mondjuk magas szintről látni és szerezni, az a parlamenti munka, a parlamenti bizottsági munka, ezért a jogalkotó ezt a tevékenységet ilyennek is minősítette. Pichler Imre képviselőtársam a Szigetvári járási hivatalt fogja vezetni, és akkor most térek vissza az én hozzám legközelebb lévő későkre, Juhas Bernadettre, aki a BOI járási hivatalt fogja vezetni, kérlek, Detti, hogy állj fel. Egyébként a mohácsi jegyzőségnek, tehát a mohácsi polgármesternek volt igazgatási osztályvezetője. Valamikor tanítottam is a hölgyet, tehát mindent tudok róla. Akkor még kisiskolás volt, harmadikos, és a legjobb tanuló volt, aki valaha megfordult a kezeim között. Bántóan jó tanuló volt, néha még azt se hagyta, hogy az órán tanárként végigpihenjek, mert örökké jelentkezett és gyötört. És marad akkor utolsónak Kovács Mirella doktor, a mohácsi jegyzőt ismerhették eddig benne, ő átköltözik egy épülettel odébb, és a mohácsi járást fogja az én legnagyobb örömömre vezetni. Ugye minden. Kit hagytam ki? Ó, igen, Hegyhát. Valószínű azért, mert az egyetlen olyan járás az országban, hogy csak mondjak önnek valami kuriózumot, ami nem az adott város, nem az adott székhely településre van elnevezve, hanem gyakorlatilag a térség egykori nevét használja a jogalkotó. Tehát nem Sásdi járásról beszélünk, hanem Hegyháti járásról beszélünk. Dr. Karakán Béla fogja a Sásdi járást vezetni. Ugye volt eddig Szentlőrincről lehetett ismerni, és a szentlőrinci polgármesteri hivatalban dolgozott jegyzőként. Patacsi Evelin is, ő közvetlen munkatársai voltak egymásnak. Karakán Béla pécsiként, a továbbiakban nem Szentlőrincen végez igazgatási munkát, hanem államigazgatási munkát Sásdon fogja elvégezni. Elnézést Béla, miért kihagytalak, de ez azért történt, mert Boly meg Mohács közé voltál beékelve, és ugye a hölgyek miatt tovább kellett lépnem, így azonnal téged is kihagytalak. Na tehát ők az új járási hivatalvezetők. Minden hivatalvezető a teljes bizalmamat élvez, és nagyon nagy várakozással tekintek az ő munkájuk iránt. Ők azért fontos szereplői a kormányhivatalnak és az államigazgatásnak, mert eddig mindig azt mondtam, amikor Budapesten az ember megnyilatkozott, hogy mi kormányhivatal vagyunk, az, aki találkozunk az ügyfelekkel. Tehát nem a minisztériumok, az egy más nagyon fontos magasság, de mi találkozunk az ügyfelekkel, ezért a miénk a legfontosabb szervezet. Most a kormányhivatal központjából ezt már úgy kell revidiálnom, hogy a kormányhivatal járási egységei azok, akik elsősorban találkoznak az ügyfelekkel, és ilyen szempontból hallatlanul fontos az, hogy az ügyfélnek milyen benyomásai vannak ezekben a járási hivatali egységekben. A beszélgetésünk második részén alapvetően ilyen kérdésekkel fogok majd foglalkozni. Január 2-án a pécsvárdi polgármesteri hivatalban már egy szűkebb körben találkozhattunk a pécsvárdi járás frissen kinevezett vezetőjével, aki bemutatását követően a Városi TV kamerája előtt is nyilatkozott stábunknak. Sok szeretettel köszöntöm itt a pécsvárdi Városi TV kamerája előtt dr. Emlődi Balást, a pécsvárdi járás hivatalvezetőjét, és mindenek előtt hivatalvezető úr, hadd kérjek öntől egy rövid bemutatkozást. Emődi Balázs vagyok, Pécset születtem, a közigazgatásban szereztem a szakmai tapasztalatom nagy részét, egy rövid bankos kitérőtől eltekintve 2 évig dolgoztam a Budapest Bankba pályám kezdetén, aztán a Polgári Bankba,
és az államigazgatási főiskola, illetve a jogi egyetem elvégzése után mégiscsak a jogászi, azon belül is a közigazgatási pálya volt az, ami megfogott, meg lehetőségem volt. A pécsi polgármesteri hivatalban kezdtem a közgyűlés mellett egy évig, alpolgármesteri referensként, majd a hatósági ügyintézésbe dolgoztam gyámhivatalban, gyámügyi intézőként, ahol hát a hatósági ügyintézésnek nagyon sok területére innen rá lehetett látni. És 2011. júliusában a Pest megyei kormányhivatalhoz kerültem, a belső ellenőrzési osztályt vezettem, így a kontrollok, a kontrollrendszer kiépítése, a szervezet felépítése nem idegen számomra, a kettős irányítás, tehát a szakmai és a funkcionálisnak a különválása. Néhány hete mióta az ön neve közismert lett és nyilvánosságra került, pécsváradiak közül többen is, főleg az idősebbek megkérdezik, illetve felkapják a fejüket, hallva az ön nevét, hogy vajon milyen pécsváradi kötődése van, hiszen többeknek ismerős a név Pécsváradon. Igen, nagyapám Emődi Zoltán szintén jogász volt, és ő az 1950-es, 60-as évek tájékán közjegyző volt Pécsváradon. Az imént interjúban már láthatták a tévénézők a járás valamennyi hivatalvezetőjének, illetve kormányhivatalvezetőjének, illetve a járási hivatalvezetőjének a bemutatkozását. Úgy tűnik számomra, legalábbis a Baranya megyében szinte kivétel nélkül valamennyien a szakmából érkeztek, tehát ha úgy tetszik, a közigazgatásból. Ön hogy látja, hogy fog majd működni ez a rendszer itt Pécsváradon, illetve hogy fogja tudni ön átlátni ezt a járási munkát? Hát mint kormányhivatali kormánytisztviselő a járási rendszer létrehozásában, lehet, hogy ez egy kicsit nagyképűen fog most hangzani, hogy hát magam is részt vettem, mint a hivatalnak a tisztviselője, tehát nem ismeretlen számomra ez a szisztéma. Na most az államigazgatási hatósági feladatok kerülnek az önkormányzatoktól a járási hivatalhoz, tehát itt a kormányzat egy kicsit idegen szóval szólva egy profiltisztítást végez. Az önkormányzatoknál hosszú távon az önkormányzati ügyek, önkormányzati hatósági feladatok maradnak, az államigazgatási hatósági ügyintézés pedig a járásokhoz, járási hivatalokhoz kerül, akik az elsőfokú ügyintézésben fognak részt venni. Én arra kérem, hogy most egy picit mutassa be nekünk, illetve a pécsváradiaknak konkrétan a pécsváradi járási hivatalt. Ugye az most már köztudott, hogy a polgármester hivatal alsó szintjét teljes egészében elfoglalták, még talán a felső szintből is van egy-két helyiségük. Milyen irodák lesznek itt, és hát majd kikkel fognak találkozni? Most nem is a nevekre gondolok, hanem egyáltalán milyen ügyintézőkkel, kikkel találkozhatnak majd a bejövő pécsváradiak, illetve a környékbeliek. Két osztály lesz, a hatósági, illetve az okmányirodai osztály. A hatósági intézi az általános hatósági ügyeket, illetve a szabálysértési ügyeket, az okmányirodai osztály pedig továbbra is ugyanazokat a szolgáltatásokat végzi, amelyet eddig az okmányirodák végeztek, és az okmányirodák bázisán fog létrejönni a kormányablakok rendszere, ami remélhetően ez év folyamán október-december tájékára fel fog állni. Ez annyiban lesz újdonság a korábbi ügyfélszolgálathoz képest, hogy ez egy integrált ügyfélszolgálat lesz egy ablakos ügyintézéssel. Tehát az állampolgároknak nem kell majd azon gondolkozni, meg utána nézni, hogy milyen hivatalhoz hova fordulhatnak, hanem elég, ha azt tudják, hogy hol van a kormányablak, oda mennek, és akkor ott vagy el is tudják intézni az ügyüket, vagy pedig a kérelmet be tudják nyújtani, ha olyan szakügyintézésre vagy egyéb tárgyalásos eljárásra kerül sor, amit aztán a későbbiekben lefolytatnak a szakmai ügyintézők. Hány alkalmazottja lesz a pécsváradi kormányhivatalnak, és kik lesznek ezek a személyek?
18 alkalmazott az SMS szerinti létszámunk. Ezek a kormánytisztviselők az önkormányzatoktól, 17 település tartozik a pécsváradi járáshoz, Pécsvárad székhelyjel, onnan lettek átvéve, akik a szakmai követelményeknek eleget tesznek, tehát ismerős arcokkal fognak találkozni az állampolgárok az ügyintézések során. Úgy tűnik számomra az irodák helyszínesen változott, hiszen azok az irodák, amik korábban működtek, gondolok itt az okmányirodára, a gyámügyre, azok maradtak a régi helyükön. Igen, természetesen, tehát nem célja senkinek túlbonyolítani a dolgokat. Az okmányirodának megvolt a saját helye, az informatikai rendszer ki lett építve, ez van összekötve az országos hálózattal, tehát nyilván, hogy ehhez nem szívesen változtat az ember a jó bevált dolgokon. A plusz feladatok, amint jönnek, azokat is erre a meglévő rendszerre telepítjük rá. Úgy tűnik számomra nem lesz nehéz a tájékoztatás, hiszen már kikerültek az eligazító táblák is, és hát azt gondolom, hogy a betérő állampolgárok viszonylag könnyen meg fogják majd találni azt, hogy hova kell fordulniuk, illetve hol történik az ügyük elintézése. Az imént említette az informatikai rendszert. Hát hallottuk az országos híradásokból, hogy hát bizony ez egy komoly kétes pontja volt az átalakulásnak, hogy vajon elkészül-e országosan a járási informatikai hálózat. Hogy állunk ezzel? Hát bejelenthetem, hogy szerencsére elkészült. A kollégáknak volt, hogy hétvégi munkát is jelentett a kiépítése, de a járási hivatalok megnyitására sikerült az informatikai hálózatot üzembe helyezni, mind a hardveres technikai részét, mind pedig a szoftvereset, tehát működnek a programok. Kormány megbízott úr az imént beszélt arról, hogy hát várják, illetve reménykednek kormányzati szinten abból, hogy megszűnik majd a zsúfoltság, különösen az okmányirodákból. Ugye hallhattuk, hogy Pécsen sokszor két hónapot kell várni egy ügyintézésre, és így is sokan jöttek ki Pécsváradra vagy a többi vidéki helyszínre ügyeket intézni. Ön hogy látja, hogy valóban sikerül itt majd előre lépni? Igen, biztos. Tehát ez megfelelő munkaszervezéssel, ha szükséges, akkor létszámbővítéssel megoldható, de tehát ez a kérdés elsősorban a pécsiekre vonatkozna. Természetesen helyileg mindent megteszünk, hogy az ügyfelek, állampolgárok elégedetten távozzanak. Ezek szerint marad a rendszer továbbra is, hogy ha valaki Pécsről ki akar jönni, akkor ki tud jönni ide ügyet intézni? Igen, az okmányirodák országos illetékességgel működnek, amiben sok jó van, ugyanis hogyha az embernek esetlegesen egy több hetes vidéki munkavégzés folyamán kellene az okmányait megújítani, vagy valamilyen halaszthatatlan ügyintézése van, ahhoz esetlegesen nem kell akár több száz kilométert is utaznia, hanem a helyszínen elintézheti. Hivatalvezető úr, engedje meg a végezetül egy kérdést arra vonatkozólag, hogy vajon milyen összhang, milyen együttműködés lesz majd itt a pécsváradi polgármesteri hivatallal, hiszen egy épületet fognak használni, közös lesz az infrastruktúra. Hogy látja most a jövőt ezzel kapcsolatban? Hát én nagyon nyitott vagyok, és a polgármester úr is, beszéltünk már, az a célja mindenkinek, hogy zökkenőmentesen és jól együtt éljünk egymás mellett, egymást segítve. Nekem ez a célom neki is, úgyhogy biztos, hogy minden problémát meg fogunk oldani. Köszönöm szépen az interjút, és az elkövetkező időszakra kívánok önnek jó munkát, sok sikert, és kívánom, hogy érezze jól magát Pécsváradon. Köszönöm szépen. Váltsunk témát, ilyenkor januárban megszaporodnak a gondjai a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek. A következő riportban Pap Gyulával, a helyi középiskola igazgatójával beszélgetünk az intézmény beiskolázási terveiről. Igazgató úr, megszokhatták már a televízió nézők, hogy ilyenkor január közepe táján mindig egy kicsit beletekintünk a jövő évi tervekbe, már a középiskola jövő évi terveibe, hiszen a nyolcadikosoknál küszöbön áll a pályaválasztás.
Milyen elképzelésekkel vág neki a második Béla középiskola következő tanévnek? A beiskolázást tekintve lényegi, különös változás nem várható. Két dologban van változás. Az egyik dolog az, hogy a középiskola beiskolázásunknál szakközépiskolába, informatikai szakmacsoportba indítjuk a képzést, de továbbra is mind a két képzési formába, a gimnáziumba és a szakközépiskolába és a belügyi pályára orientálás a lényeg, továbbra is együttműködve a megyei rendőrfőkapitánysággal. A másik alapvető, vagy egyszerűbb, nem vészes változás, hogy a 9-10. Osztályok helyett törvényi szabályozás következtében a 3 éves szakképzés lép életbe. Indítandó szakmáink annyiból változtak, hogy az országos képzési jegyzékből kivették a pékcukrászt, tehát helyette csak a pék, illetőleg a húsipari termékgyártó képzést fogjuk indítani. A 3 éves képzésen belül elsőbb itt maradnak a tanulóink az iskolába, és a szintvizsgaletétele után jogosultak, aki azt sikerül letennie, jogosultak tanulószerződést kötni, és akkor kerülnek ki a gazdálkodó cégekhez. Tehát ez a lényegi változás, ami van két pontban. Egyébként a beiskolázás menete, folyamata, hogy hogyan történik, az nem változott. 7. évvégi, 8. félévi eredményeket veszik figyelembe az érettségi tantárgyakból és testnevelésből, valamint a felvételi, írásbeli, matematika és magyar nyelvekből. Ezek alapján rangsort állítunk, és az első 60 tanuló fog bekerülni abból a várhatóan az elmúlt évekhez hasonló 190-200 ide jelentkező tanulóból. Említetted a szakképzést. Az első évet ugye gyerekek itt töltik az iskolában. A második, harmadik évben gyakorlati képzőhelyet ő nekik kell biztosítani, vagy pedig erről az iskola gondoskodik? Ugyanúgy, mint eddig, a tanuló köteles a tanulószerződésről gondoskodni. Természetesen ajánlatokat teszünk, akár a sütipar területén, akár a húsipar területén, hogy melyek azok a gazdálkodó egységek, amelyek foglalkoznak tanulóképzéssel. Hát a sütőipar területén egy picit beszűkültek a dolgok, mert Pécsen megszüntette tevékenységet a Pécsi Sütőipari, a Sió Kenyér Kft. Tehát igazából két bázisunk van, az Aranycipó és a Pékinas. Ezen felül néhány vállalkozónál tudunk még lehetőséget biztosítani a tanulónak, hogy oda bejelentkezzen és tanulószerződést kössön. A húsiparnál pedig lenne egy nagyon-nagyon lényeges dolog az, hogy egyelőre tárgyalásban vagyunk a Pixeget ZRT-vel, mert ő az ebbe a tanévbe, tehát a mostani tanévbe sem fogadott már tanulót tanulószerződéssel, csak együttműködéssel. Tehát ha ez így marad, akkor a Pixeget ZRT-nél nagyon-nagyon kevés tanulók lehet majd helyet biztosítani. Mindenki számára közismert, hogy január 1-ével átszervezték a közoktatást. A pécsvádi középiskolát ez mennyiben érinti? Hát ha rövid akarok lenni, akkor sem ennyibe, hiszen mi már állami iskola voltunk ebben a 2012-es naptár évben is, tehát mi már hozzászoktunk a kézi vezérléshez, pénzügyi lehetőségeket kivették a kezünkből, munkáltatóit megtartották, most megtarthattuk, most a alapvető változás a munkáltató jogokat is elvették az igazgatóktól, és azután, mint intézményvezetők dolgoznak tovább, és az iskola életét irányítgatják, de ezek a jogosítványok meg vannak tőlük vonva. Igazából valóban nem nagyon lehet észrevenni, hogy most innentől kezdve az állam a fenntartó egy önkormányzati intézménynél sem, hiszen hála Istennek pedagógus kollégáim megkapták a bért, akár állami szektorban voltak, akár önkormányzatiban. Tanulók vannak, fűtés van, világítás van, tehát a tanítás folyamatának nincs akadálya, csak ne legyen baj. Mert ha bármi bekövetkezik, mondok egy példát, saját intézményemben szoktam mindig példálozni, nem másra mutogatni, tönkre megy a kazán az iskolába, akkor most kihez forduljak. Hivatalosan a tankerület létezik már a törvény értelmében, valóságban pedig nem még működik a megye intézmény fenntartó központ, tehát nem tudom, hogy alapvetően mi a járási tankerülethez, tehát Kófiás úrhoz fogunk tartozni, vagy pedig lenne hát ugye megyeihez, mint szakképzés, ezek a dolgok nem tisztázottak, és hát abban bízom, hogy zökkenőmentes lesz a munkánk, tehát mire ez az egész rendszer be fog állni és működni fog, addig ezek a kérdésekre választ fogunk kapni. Tárgyi személy feltételekkel hogy áll most az iskola? Semmiféle olyan változás nem történt, és a törvényváltozás értelmében nem történhet ebben a tanévben még. Tehát annak ellenére, hogy köztudott, hogy a tankerületek felmérik majd az intézményekben a tanerőt, a munkaerőt, ebben a tanévben még semmiféle elbocsátásról nem rendelkeznek az előírások.
Azonban, hogy mi fog történni szeptember 1-én, azt még én se tudom. Nem csak a munkajogi oldalon, hanem a közoktatás oldalán sem, hiszen kerettantervek még nincsenek. Ami óriási probléma, hiszen nekünk lassan már tantárgyfelosztást kéne csinálni, és meg kellene felelnünk a tankert igazodó kérdésének, hogy mit hogyan szeretnénk, akarunk. És mi ezt nem tudjuk. Mert az új köznevelési törvény értelmében szeptembertől 9. évfolyamon már annak megfelelően kellene felállítani az órszámokat. És ezek sajnos még nincsenek sem a szakképzés területén, sem a közoktatás területén. Itt az interjú végén térünk vissza még egy mondat erejéig a beiskolázáshoz. Azok a nyolcadikosok, akik többet szeretnének tudni az iskoláról, egy kicsit körül szeretnének itt nézni, tájékozódni szeretnének, hogyan, mi módon tehetik ezt meg? Bármikor jöhetnek, bármikor be lehet jönni az iskolába, ha bejelentkeznek, úgymond, tehát nem kell előre, hanem idejön, és azt mondja, szeretne bemenni egy órára, menjen be egy órára, ha kedves szülő érdeklődik, jöjjön bármikor, akár én, akár a helyettesem állunk rendelkezésre, a nyílt napjaink lezajlottak már. Most még egy pár alkalommal január és február hónapban élünk a helyi televízió lehetőségével, és ezeket a filmeket megpróbáljuk ismételten leadatni. El voltunk jó néhány általános iskolában, főleg ott, ahol hívtak bennünket, és ahonnan több tanulónk van, hogy igazából nem változik itt semmi, minden megy tovább. Sőt, én azt gondolom, hogy a szakközépiskolában az informatika szakmacsoport megjelenésével én azt gondolom, hogy a bűnügy és az informatika az teljesen összefonható, és ez nem fog lényegi változást okozni majd az iskola életében a későbbiekben. Most pedig váltsunk könnyedebb témákra, tekintsünk vissza a pécsváradi várbaráti kör egyik legfontosabb szilveszteri programjára. December 30-án immár 21. alkalommal vágtak neki a pécsváradiak és a hosszúetényiek, valamint a távolabbról érkezett vendégek a hagyományos zengőtúrának. Kameránkkal egy darabig mi is elkísértük a túrázókat. A túrázókat a 21. alkalommal megszervezett óévbusztató zengőtúrát. Többen, mint amennyien most itt vagyunk, már elindultak. Tehát létszámot számolni már régen nem tudunk, mert több százra tehető azoknak a száma, akik ezen a napon felmennek a hegyre. Én sajnos már nem tudok veletek tartani ilyen megfázások miatt. A hegyen majd bírodokoló polgármester köszönti az egyesületet, és elmondom, hogy ha valaki oda nem ér fel időben, vagy nem meggondolja útközben magát, akkor itt szeretném tolmácsolni Gálos Orsolya üdvözletét, jó kívánságait, mindnyájatoknak, ő is betegség miatt elhagyta ezt az idei túrát. Reméljük jó.
Híradók végén kérem, látogassanak el velünk egy koncertre. A Pécsváradi Big Band zenekar hagyományos újévi hangversenyére január 6-án került sor a Művelődési Ház nagytermébe. Nagyon tisztelettel köszöntök mindenkit. A Pécsváradi Big Band 14. jubileumi újévi koncertjén, ugyanis idén kicsit kiléptünk a gyerekkorból, tehát 14 évesek elmúltunk, és ebből az alkalomból jubileumnak nevezem ezt a koncertet. Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, aki eljött ide a koncertre. Akik most nincsenek itt, ezek most nem hallhatják. Egy kicsit hát a betegségem és egyéb dolgok is hátráltatok abban, hogy nem mindenhova érkeztek meg időben a meghívók, de talán jobb is, mert így kicsit jobban elférünk. Azt hiszem, hogy aki ma eljött ide, nem fog csalódni. Aki látott minket, aki meg még nem látott minket, az meg reméljük, hogy majd jövőre és szintén majd el akar jönni a koncertünkre. Szeretném felkérni városunk polgármesterét, Bíró Ferenc urat, hogy köszöntse önöket az új év alkalmával. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm önöket Pécsváradi képviselőtestülete nevében. Január első vasárnapja van az ilyenkor szokásos, hagyományos újévi Big Band koncert vendégei lehetünk, és szeretném elmondani, hogy ma
úgy gondoltam, hogy mondok majd nagyon okosakat és szépeket a Big Bandről, és ezért a Google-ba beütöttem Pécsváradi Big Band. 1100 hivatkozás jött le, igaz, hogy abból 200 a mai koncertre invitált bennünket, de mégis ebből kiolvasható volt, hogy a Pécsváradi Big Band töretlenül fejlődött ez alatt a 14 év alatt. Rengeteg helyen szerepeltek, hogy csak az elmúlt évet említsem, két testvérvárosunk van, az egyik az külföldön, és nagyon nagy sikerrel Pannonhalmán is. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát, amit Wagner tanár úr végez 14 éve, ez pótolhatatlan és értéke Pécsváradnak, és valamennyi szereplésüket Pécsvárad jó hírnevét örökíti. És szeretném elmondani azt is, hogy a város szerény anyagi lehetőségeivel ugyan támogatja ezt az együttest, de ezek önjárók, tehát saját maguk szerzik meg a bevételeiket, ezért most itt fogom átadni a személyes támogatásomat, mert úgyis felszólítanára hát a Wagner tanár úr. Arra fogok kérni mindenkit, hogy tegye majd ugyanezt, hogyha nem tette volna kifelé. És hát meglepetést is szeretnék okozni elsősorban Wagner tanár úrnak, mert most két viccet mondanék el. Mert hiszen ő szokott. Pistikének két piros pontja van és egy fekete. Mutatja édesapjának, az édesapja megnézi, és ad neki 200 forintot, hát mégis több a piros pontja. Pistike oda megy édesanyjához is, annak is megmutatja, ő is ad 200 forintot, hiszen több a piros pont, mint a fekete. Oda megy a nagypapához is, mutatja neki, a nagypapa is ad 200 forintot, de azért megkérdezi tőle Pistike, és a feketét miért kaptad? Hát mert beírtam a két pirosot. A másik az egy ennél lényegesen rövidebb, az aggódó diákról szól. Kedves szüleim, küldjetek nekem 50.000 forintot, hogy megnyugodjak, hogy anyagilag jól vagytok. Ez egy kicsit úgy sikerült, mint a Zsigának, de engedjék meg, hogy tovább ne utassam önöket, és nagyon jó koncertet kívánjak önöknek, és nagyon boldog új évet. Köszönöm a figyelmüket.
Gyere, Viktor! Nézőink, híradónk végén engedjék meg, hogy egy nagyon fontos technikai változásra hívjam fel figyelmüket. Január 16-ától megváltozik a TAR Kft. Rendszerén belül a helyi televíziók, illetve valamennyi televízió csatorna kiosztása. Így a Pécsváradi TV is máshol a jelenlegi Viaszat 3 csatorna helyén lesz nézhető. Kérünk mindenkit, hogy január 16-ával hangolja át televízió készülékét, mert valamennyi csatorna máshova kerül. Kedves nézőink, én most ezzel búcsúzom, önök a Városi TV januári műsorát látták, csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Legközelebb január 24-én csütörtökön 19 órakor jelentkezünk, az est hátralévő részére jó pihenést, jó szórakozást kívánok önöknek, a viszontlátásra!
Yeah.